Szevasztok, srácok! Ez itt újra az Építs Fel, és elérkeztünk a következő Ne kéne cserélni a pólót. Megszóltatok már valamelyik videóban is, hogy három videón keresztül ugyanaz a póló volt rajtam. Nyilván én ezeket egyszerre veszem fel. De hogy mindenkinek jó legyen, akkor most ezt gyorsan lecserélem. Mindjárt ott vagyok. Nehogy az legyen, hogy ugyanaz a videó van már megint három adáson, hogy ugyanaz a póló van három adáson keresztül. Úgyhogy örüljetek! Van egy csere póló, nem tudom, hogy ti hányszor szoktatok naponta pólót cserélni, de amit egyszerre veszek fel, azért szoktam ugye azokban a pólókban bemutatni. De most már így remélem mindenkinek jó lesz. Másik póló, nem ugyanaz, ami az előző adásban volt. Na szóval, a mai adásban, ahogy itt látjátok mellettem, elérkeztünk a Harry Potteres nyári készletekhez. Ahogy láttátok a valamelyik unboxingot, ami talán nem is tegnap volt, hanem már egy héttel ezelőtt, nem tudom pontosan mikor ment ki. Ahogy láttátok, megérkezett ez a Harry Potteres set, ami, hát meg kell, hogy mondjam, az én kedvencem ebből az egész nyári hullámból is, úgyhogy természetesen ezért is kezdek vele, mivel hát nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan is néz ki ez a két figura összeépítve. Ezeket, vagy ezt a készletet természetesen a LEGO Store Budapest és a LEGO Magyarország biztosította számomra. Hát ezt nagyon jól tudjátok, ez a véleményemet nem fogja befolyásolni. Na szóval, a dobozunkon találkozunk a már jól ismert felirataikkal, LEGO, Harry Potter, ez egy 10 pluszos készlet, 76393-as, Harry Potter és Hermione Granger a feliratunk, és egyébként a set, megnéztem nektek, hogy hány darabos, 1673 darabból áll, és egyébként itt már új Harry Potteres dizájnt kaptunk, hiszen itt a sarokban kicsit máshogyan néznek ki a jól ismert szereplőink. Azt hiszem a régebbi szettekben itt fönt volt a sarokban, most ide lekerültek. A sarokban egyébként ugyanúgy megkapjuk ezt a szokásos kék hátteret. A másik oldalon láthatjuk ezt a két figurát egy kicsit másik szemszögből. És itt a kisképeken az is kiderül, hogy ezeket ténylegesen ugyanúgy, mint egy normális minifigurát, ugyanúgy lehet mozgatni, tehát a karjukat lehet mozgatni, ugyanúgy lehet a lábukat is mozgatni, le lehet ültetni. Na most abban 100%-ig nem vagyok biztos, hogy a fejüket, a nyakukat lehet-e mozgatni. Én arra szavaznék, hogy nem, mert itt például Hermione hajánál azért minden is egybe van építve. Na most egy normális minifiguránál egy ekkora hajjal sem lehet forgatni, úgyhogy igazából ez szerintem megérthető. Hát Harrynél majd kiderül, hogy ott lehet-e mozgatni, de én továbbra is azt mondom, hogy szerintem nem. 17,5 cm széles lesz, és 26,5 cm magas, szóval egyáltalán nem kis figurákról vannak szó. Mint ahogy az unboxingban is elmondtam nektek, szerintem ez egy nagyon jó döntés volt LEGO-éktól, hogy ilyen minifigura verzióban építhetjük meg őket. Sokkal jobban néznek ki a LEGO alkatrészek ilyen minifigura verzióban. Jól állnak ezeknek a kockás alkatrészek, szerintem sokkal bénában nézett volna ki, hogyha a filmbéli szereplőket próbálták volna leutánozni, de bontsuk is ki. Összesen 12 darab számozott zacskóval találkozunk, van egy 13. zacsink is, amiben Harrynek a palásját tudjuk, vagy hát Harrynek a palásját lehet majd kiszedni belőle. Itt tapogatni azért tapogatom, mert teljesen olyan érzése van, mint a puhább anyagú minifigura palástoknak, úgyhogy szerintem pontosan ugyanabból az anyagból készült. Összesen 2 darab összerakásunk mutatónk van, úgyhogy ez is egy ilyen páros építésre ad lehetőséget. Szerintem ez egy tök jó döntés LEGO-éktől, hogy egy ilyen készletnél így külön szedték, úgyhogy akár egyszerre ketten is tudjátok építeni ezt a két figurát. Először is az első füzetünk Harry Potter verzió, 139 oldalas az összerakásunk, és semmilyen információt nem tudunk meg Harryvel vagy a Harry Potter világával kapcsolatban. Még a másodikban össze kell építenünk Hermione-t, ez egy kicsit vastagabb, ez 145 oldalas, de ezt gondolom annak is köszönhető, hogy a haja miatt neki több lépésből áll az összeépítése, és igazából hát ebben sem kapunk semmi háttér információt, igazából a végén található némi Harry Potteres reklám az idén megjelent szettekről. Úgyhogy srácok, nekem sincs más most már hátra, elindítom az építést, utána pedig megnézzük egy kicsit részletesebben ezeket a figurákat, mert nagyon kíváncsi vagyok rájuk. Thank you.
a figuráinkkal is készültek, és hát igazából ezek minifigurák. Csak meg a méretben. A készletünkben összesen 2 darab mega figura található, sajnálatos módon a készlethez nem tartozik egyetlen minifigura sem. Igazából ezt tudnám egyetlen negatívumnak a készletben mondani, hiszen ha már itt van ez a két összeépítető karakter, akkor tök jó lett volna megkapni az ugyanilyen ruhában szereplő minifigura másukat is. Na most én előszedtem régebbi Harry Potteres készleteket, és hát abban pontosan ugyanebben a ruhában megtalálhatóak, úgyhogy most itt a B-roll felvételen pont azt látjátok, hogy hogyan is néznek ki a minifigurák mellett, mennyivel nagyobbak, mennyivel, hát nem is sokban térnek el azokból a minifigurákból, bár azért azt láthatjátok rajta, hogy azok a minifigurák sokkal kisebb, a legkisebb lábba érkeznek, úgyhogy itt azért van némi különbség, meg igazából szerintem itt a LEGO azért is döntött így, hogy ide a nagyobb LEGO lábakat rakják be, hogy így azért vannak játékfunkciók, így azért vannak mozgatható funkciók, hiszen ez a két figura pontosan ugyanúgy, de nem csak úgy, hogy lényegében, meg csak úgy nagyjából úgy működik, mint egy minifigura. Ezek pontosan ugyanúgy működnek, mint a normális minifigurák, de hát nézzük is meg ezeket szépen egymás után. Az egyik figurán le is vezetem nektek, hogy hogyan is működnek ezek a dolgok, és utána megnézzük mind a kettő szépen részletében. Szóval, mint egy minifigura, ezek a megafigurák is, hát pontosan ugyanúgy működnek, mint az előbb is mondtam nektek. A lábak ugyanúgy be lehet hajlítani, ugyanúgy akár le lehet ültetni, ahogy láttátok a thumbnail képen is, simán meg tudjátok azt tenni, a karok is ugyanúgy működnek, és ez itt egy nagyon érdekes megoldást kapott, hiszen nem csak úgy működnek a karok, hogy lehet mozgatni, és akkor egy idő után visszaesik a helyére, hanem pontosan úgy, mint egy normális minifiguránál, ez bármilyen pozícióban meg tudjátok tartani, úgyhogy ez nagyon jó, hogy így oldotta meg a LEGO-t. Egyébként most itt ezen a B-roll felvételen pont azt látjátok, hogy a mellkasukban, a belsejében hogy kellett ezt összeszerelni, hogy milyen mechanizmus tartja ezt az egészet egyben, milyen fogaskerekek működtetik azokat a karokat, és ezáltal tudnak megmaradni azokban a bizonyos pozíciókban. És ugye már ott a karoknál tartunk, akkor azt láthatjátok, hogy hát nem csak a karja mozog, hanem a csuklóját is ugyanúgy lehet 360 fokban mozgatni, mint egy normális minifigurának. És hát végül is el is érkezünk az utolsó mozgatható részhez, amit sajnos csak az egyik figurán tudok bemutatni, viszont ez is pontosan ugyanúgy működik, mint egy normális minifiguránál, ezt is ugyanúgy átmásolták, hiszen ahogy látjátok itt, Harry Potterünknek a fejét ugyanúgy 360 fokban lehet mozgatni, mint egy minifiguránál, nem tudom, hogy gyára mondom ezt el, viszont hogyha emlékeztek rá a minifiguráknál, ha ilyen nagy haj kerül egy minifigura fejére, akkor azt egyáltalán nem lehet körbeforgatni, hiszen a haj megakadályozza, itt is ugyanúgy meg van akadályozva, úgyhogy ezt a részletet is pontosan ugyanúgy lemásolták, mint azoknál a figuráknál, és egyébként érdekesség még az is, hogy attól függetlenül, hogy Hermione fejét nem lehet körbeforgatni, ugyanaz a mechanizmus van benne, úgyhogy elméletileg, hogyha leszeditek a hajának azt a részét, ami megtartja, vagy megfogja ezt az egész mozgást, ugyanúgy 360 fokba körbe lehet mozgatni. Na de a játékfunkciók után nézzük is körbe a két figuránkat, tényleg eszméletlen részletekkel rendelkezik. Mint ahogy már a videó elén is mondtam nektek, szerintem sokkal jobb megoldás volt LEGO-éktól, hogy ezt így oldották meg, nem az eredeti filmbéli karaktereket próbálták legúsítani, hanem tényleg megkaptuk a minifiguráknak a mega forma verzióját, és hát nagyon szépen eltaláltak minden részletet. Minden a helyén van, minden ugyanúgy néz ki, mint egy normális minifiguránál. Nézzétek meg csak Harry Potterünket, ami hát megkapta ezt a legnagyobb méretű lábat, ahogy ez már az előbb is mondtam nektek. És hát a torzója ez a szokásos griffendéles öltözet. Egyébként Harry Potterünknek van egy egész jó kiegészítője, mégpedig ez a nagy palás, amit ide a kezéhez kellett berakni. Igazából két lyuk van a paláston, igazából meg tudom mutatni nektek, mert nagyon egyszerűen így lejön a karja, és akkor ott van hozzá rögzítve, ennek segítségével tartja meg az egész testre ezt a palásot, de tényleg nagyon jól néz ki rajta. Igazából hiányoltam is, hogy Hermione-nak nem volt ilyen palásja, szerintem annak is jól állt volna, de így azért még jobban meg lehet különböztetni a két karaktert, mert sajnos így az összeépítés folyamán, hát 95%-ban pontosan ugyanúgy kellett összeépíteni mindent. Ahogy látjátok, hát Harry Potternek annyi a különbség a lábában Hermione-hez képest, hogy Hermione-nak van egy ilyen kis
szürkés rész benne, de egyébként pontosan ugyanúgy kellett összeépíteni. A torzók és a karok is dettó ugyanúgy készültek, és hát igazából a differencia az a két fejben található meg, de igazából ott sem volt annyira nagy eltérés, hiszen az arcukat azt ugyanúgy kellett összeépíteni, a különbség egyedül csak a hajban található, hiszen Hermione-nek sokkal nagyobb, sokkal részletesebb hajkoronát kellett megépíteni, de igazából ez nem veszel egyáltalán semmit a készletből, hiszen tényleg nagyon jó kiállítási darabok, és még a tetére, hogy nagyon jó kiállítási darabok, egész jó játékfunkciók vannak benne. Egy dologról igazából még nem is beszéltem nektek, mégpedig a varázspálcákról, amik annyira azért részletesen nincsenek kidolgozva, viszont szerintem nagyon jól illenek a kezükbe. Pontosan ugyanolyan árnyalatban vannak itt is a varázspálcák megalkotva, mint hogy a minifiguráknál is, ugyanaz a sötétebb színű van Harry kezében, és a világosabb színű van Hermione kezében. És egyébként érdekesség, hogy Hermione-nek a varázspálcájának az alja egy ilyen átszínezett tök elem, ami tényleg tök úgy néz ki, mint egy minifigura verziós varázspálcának az alsó része. Hogyha emlékeztek a videó elejére, ott mondtam is nektek, hogy nekem így első ránézése egyáltalán nem tetszettek azok az arcok, vagy legalábbis sokkal jobb lett volna úgy megoldani, hogy ugyanúgy darabokból kell összeépíteni, mint igazából az összes többi részét a fején. Így összeépítve ez egyáltalán nem olyan nagy probléma, teljesen bele simul az egész alkotásba, úgyhogy hát így a képek egy kicsit csalóak lehetnek, hogyha van lehetőségetek, akkor először nézzétek meg ti is valóságban összeépítve ezeket a szobrokat, ezeket a kiállítási darabokat, mert tényleg így a valóságban igazából semmi probléma nincs velük. Összességében, srácok, ez a két figura szerintem a legjobb darabja a 2021 nyári Harry Potteres felhozatalnak, mivel teljesen új koncepciót kaptunk, nagyon részletesen ki vannak dolgozva, és még a tetejére játékfunkciók is vannak benne, hát pontosan ugyanúgy működnek, mint a normális minifigurák, úgyhogy egy szavam nem lehet ezekre, eszméletlen jól meglettek oldva, és hát remélem a Legóit nem fogja abba hagyni ezt az új felhozatalt. Tök jó lenne, hogyha kapnák Star Wars-os készletekhez, vagy akár Ninjago-s készletekhez, vagy akár régi kastélyos készletekben is el tudnék képzelni ilyen nagy megafigurákat. Gondoljatok bele, hogy lovat összeépíteni, azt a tipikus kastélyos lovat, egy minifigurával mennyire menő néznének már ki, úgyhogy remélem tényleg ezt nem fogja itt abba hagyni a Lego, és akár még további Harry Potteres készleteket is kapnánk ilyen stílusban. Nos, srácok, hát ez volt a 7393-as Harry Potter és Hermione Granger mega figuráknak a bemutatója. Remélem élveztétek a bemutatót, én már nagyon vártam ezekre a figurákra, és hát végre beszerezhettem én is őket. A Lego Store Budapestnek és a Lego Magyarországnak szeretném még egyszer megköszönni a lehetőséget, hiszen nélkülük ez az adás nem jöhetett volna létre. Ha tetszett a videó, akkor tudjátok a lájkokat, ne felejtsétek el, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem vagytok, mert az még mindig nagyon fontos. És hát azt se felejtsétek el, hogy a csatlakozási gombra kattintva tudjátok támogatni a munkát, és ezáltal tudjuk fejleszteni a csatornát mindenféle szempontból, úgyhogy találkozunk a következő adásban, addig is jók legyetek, szevasztok!